Arról beszélgettünk előtte Gergővel, hogy az életében volt egy-két olyan szituáció, amikor akár a vádlottak padjára is kerülhetett volna, meg még azon túl is egy picit, de Istenettől megóvta, úgyhogy most a tanúk székében fog ülni, és el fogja mondani azt, hogy mit tapasztalt Jézus Krisztussal az életében. Ez annyira fontos dolog, hogy sok ember van, aki úgy hiszi, úgy gondolja, hogy Jézus csak egy régi, távoli, történelmi alak, vagy ami róla szól, az csak egy ilyen filozófia, vagy valami erkölcs, vagy valami magasröptű, vallásos, magasztos, akármicsoda. De nagyon sok ember van, aki tapasztalja azt, hogy Jézus valóságosan az életében megnyilvánult, megváltoztatta azt, és erről be tud számolni. Ilyen ember Gergő is. Gergő, egy pár mondatot mondj arról, hogy most mit csinálsz, most hol tartasz, most mit tartasz fontosnak az életedben, milyen céljaid vannak. És akkor utána majd visszamegyünk egy kicsit a múltba. 39 éves vagyok, személyedzőként dolgozom. Mióta megismertem az Urat, ő az alap az életemben, ő a kőszikla, őre igyekszem mindent felépíteni. Mik a fontos célok, értékek az életedben most? Hát ugye a hétköznapi életben a céljaim most az, hogy edzőként fejlődjek, és hogy segítsek az embereknek elérni a céljaikat fizikai szinten, de természetesen az, hogy jó családapa legyek, hogy a családom boldogság, ez a legfőbb cél az életemben. A hit milyen szerepet játszik az életedben? Hát most a hit a legfontosabb az életem, még igazából ez az alap, tehát Jézus Krisztus az alap, a kőszikla az életemben. Igyekszem úgy felépíteni az életem, hogy ebből indul ki minden, és ide tér vissza minden. Igazából ennyit tudok erről elmondani. Tehát te egy ilyen elkötelezett, aktív, Krisztus követő ember, vagy olvasod a Bibliát, meg imádkozol, meg Isten tiszteletekre jársz. Ezek fontos dolgok az életedben? Így van. De ez nem volt mindig így? Nem. Én azt hiszem, mióta is ismerjük egymást? Fél éve, egy éve? Valahogy így. Akkor egy nagyon jelentős fordulat ment végbe az életedben, és én tudom, hogy te régen nem pont ez a hívő, vallásos, Krisztus követő típusú ember voltál. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan indult az életed, a gyerekkorodról, a felnőtté válásodról. Hát gyerekkorom egy ilyen normális, középosztálybeli családba születtem. Nem volt itt semmi szélsőség, tehát, vagy mély szegénység, vagy, tehát egy ilyen normálisnak mondott családban. Nem voltak amúgy hívők a szüleim, nem volt se vallásosak, nem voltak se élőhitűek, tehát ilyen, úgymond, nem volt semmiféle ilyen szellemi háttere a neveltetésemnek. Igyekeztek a legjobb tudásuk szerint fölnevelni a szüleim. Aztán hát gyerekkoromban már az így hajlottam mindig így a rossz dolgok felé, tehát mindig olyan társaságba keveredtem már gyerekként is, azért így a gyerekcsínyeken túlmenő dolgokat már elkövettünk egész kicsi gyerekként. Úgyhogy aztán ez később is ugye rányomta a bélyegét az egész életemre. De ez mit jelent, hogy mi az, ami túlmegy egy gyerekcsínyen? Hát ő igazából ilyen romboló személyiség voltam, tehát voltak ilyen autórongálás építkezési területekre bementünk, egész kicsi gyerekek voltunk, talán nem tudom, 8 éves, tehát sok kárt okoztunk, és ugye ezt élveztük. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mit élveztetek ebben? Hát a rombolást. Tehát ez a magányom, komoly anyagi kár. Szétvertek a... Így van. Itt, tehát épületeket, meg autóba is okoztunk kárt, meg... Agresszív gyerek voltál?
Hát igazából ez igen agresszív voltam, végülis úgy alakult ez ki, hogy ahogy lenni szokott, hogy bántják az embert, és akkor ő meg bánt másokat, tehát így alakult ki nálam is ez, és hát voltak igen ilyen. Ki bántott téged? Hát ez szerintem ezen mindenki átmegy, ugye már általános iskolába, ez a, így tudom, beterrorizálják a nagyobb fiúk, vagy ilyenek, és akkor én magam is ilyenné váltam, ahogy nőttem, tehát úgy. Ez a, igazából egy ilyen, nem volt ez tudatos, de bosszúállásnak lehet nevezni igazából. Ugye az ember sebeket kap, aztán sebeket ad, tehát így. Hogyha visszagondolsz így a gyerekkorodra, akkor mit mondanál, hogy meddig tartott, hány éves korodig tartott a gyerekkorod? Hú, hát ezt én nem tudom megmondani. Mikor kezdtél úgy felnőtté válni, amikor már érezted, hogy na most már azért ez már nem gyerekkor? Ezt így nem tudom megmondani. Inkább ez az éles váltás az életemben, amit azt mondom, hogy Krisztus előtt és utána. Tehát ezt tudom talán a felnőtt kort is. Tehát ez a felnőtt kor. Előtte igazából nem voltam felnőtt ember szerintem. Nem tudnám annak nevezni magam. A szüleid mondtad, hogy ők nem beszéltek neked Istenről, se róla, se ellene? Tehát ilyen teljesen semleges volt? Igen, teljesen semleges. Ugye abban az időben volt ez, hogy vagy akkor nem volt. Tehát nem volt már ez a keresztelkedés sem olyan divatos dolog. És akkor ők úgy gondolták, hogy majd így az élet majd úgyis eldönt, hogy mi lesz, aztán így is lett végül is. Tehát igen, nem volt ilyen. Mikor kezdtél el sportolni? Hát a sport, ez jelen volt, gyerek már általános iskolában kosárlabdáztam, abban is azért ügyes voltam. Küzdősport is talán 7-8 éves korom körül kezdtem tékvondozni, hogy pár évig az ment, nem tudom, talán 4-5 évig. Aztán a thaibox az ilyen 16 körül jött be, de az is ilyen rapszódikus volt, de mindig gyakoroltam mégis az 16 éves korom óta, de azért voltak benne ott is hullámvölgyek, meg hegyek, meg hogy a versenyzés is ilyen rapszódikus volt, tehát hogy hol versenyeztem, utána nem, utána megint. Tehát ilyen csapom volt. Miért sportoltál? Nem tudom, ezzel nem gondolkodtam. A Thai box az úgy jött, hogy akkor olyan környékkel raktunk, hogy ilyen zűrösebb környék volt, és akkor így hát ért egy volt kellemetlen élményem, tehát megtámadtak többen, és utána jött ez ilyen, tehát erősebb, meg jobb akartam lenni, hogy meg tudjam védeni magam, tehát ebből jött. Akkor nem volt benned egy ilyen vágy vagy cél, hogy hú, én egyszer majd világbajnok leszek, vagy valami sportkarriert fogok? Nem így jött. Ez közben volt bennem utána már vágy, hogy bajnok legyek, mert tehetségem volt hozzá, tehát meg lehettem volna is akár nagy bajnok, de hát aztán az így máshogy alakult. Ez kifejezetten a Thai box területén volt? Igen. Mesélj egy picit így a Thai boxról, hogy milyen sport az, mit kell ott csinálni? Hát az... Hogy megy ez a dolog? Tamás, biztos nagyon értékelni. Hát ez egy kemény küzdősport, egy full contact stílus. Full contact stílus? Igen. Ez mit értünk ez alatt? Hát full contact, mind az élet. Tehát csak kicsibe. Amiben minibe, igen. De hát full contact küzdelmek vannak. Itt a cél az ellenfélnek a harcképtelenné tétele. Tehát magyarul a KO a cél, hogy harcképtelenné tegyük az ellenfelet. Csak azért kérdezem, mert nem biztos, hogy mindenki képben van a Thai box-szal. Tehát akkor magyarul a Thai box-ban a kezedet is használhatod, a lábadat is használhatod, a fejedet is használhatod? A fejedet gondolkodásra, vagy taktikára. Hát ütő, rugó sportág, ringes sportág, könyök tértechnikák vannak, klincselés van, tehát 8 végtag művészetének is hívják, ugye. Uh-huh. Mert a tért könyök miatt azok plusz végtagként vannak, és akkor... Uh-huh. És milyen sikereket értél el ebben? Nagy sikereket nem értem el, mert nem voltam kitartó. Egyébként az igazán így a bűn felé is emiatt mentem el, hogy volt egy kudarc élményem benne. Hát magyar válogatottságig eljutottam, meg voltam egy ilyen nagyobb világversenyen.
De a magyar bajnokságon volt, hogy hát a sport is tele van hazugsággal, most ebben nem megyek bele részletesen, de pont az első sportágok nem mindenki látott tőle, hogy a másik kezét emelik föl. Ez profi boxban, meg minden ilyen sportágban jelen van sajnos, hogy kinek kell nyerni, kinek van jobb hátszeret diplomácia, ugye sportdiplomácia, de mindegy. És akkor ért egy ilyen csalódás, hogy fölemelték a kezem, és te azt mondták, hogy ilyen mégse te nyertél, és akkor tehát mások lettem, ez egy magyar bajnokság volt. És utána akkor úgy voltam, akkor az ördög másugdosott a fülembe, hogy minek csinálod ezt, ez egy hülyeség, pénzt nem kapsz érte, egy csomó fájdalommal és lemondással jár, hogy az éjszaka meg akkor nyitott felém, tehát lehetőségem volt elmenni, ahol úgymond megbecsülték a képességeimet. Az, hogy fájdalommal meg lemondással jár, ez mit jelent? Mondanál erre egy kicsit többet? Milyen fájdalmak vannak? Hát maga a küzdelem, meg az edzések sok fizikai fájdalommal járnak, tehát edzésen is néha teljes erő küzdelmek vannak, hát ugye ha megütnek, meg megrúgnak, az fáj. Meg hát maga, tehát az edzés fájdalmas folyamat. Mesélj arról egy kicsit, hogy amikor bent vagy a ringben, igen, vagy bent voltál a ringben, és ott ment hevesen egy ilyen küzdelem, akkor olyankor, ez belülről milyen? Mit érez olyankor egy ilyen thai-boxoló? Hát ugye mondják, hogy a szorító a világ legmagányosabb helye, tehát ott magadra vagy utalva, és igazából, hát ugye a félelmeket kell legyőzni. Aztán izgul az ember? Hát izgul, igen. Nyilván ennek vannak szintjei, minél magasabban képzett a sportoló, minél rutinja van, az annál kevésbé van jelen, tehát ez is ugye fejleszthető dolog. És a haragnak, az indulatnak mennyire van ott szerepe? Hát van. Tehát nem jó dolog, ezt is már csak utólag tudom. A harag és az indulat nem jó egy küzdelembe, mert tehát magát már a mozgást is tönkre teszi, tehát bemerevedsz, meg erőből próbálsz dolgozni technika helyett. Tehát nincs jó hatással rá, azon kívül, hogy lelkileg is, tehát nem jó. Gyűlöletből harcolni nem jó, szeretetből kell harcolni, de ezt akkor még nem tudtam ezeket. Emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, én is elég sokat verekedtem, és volt egy olyan pont, amikor átkapcsoltam az indulatos üzemmódba. Igen. Ez a gyerekeknél megfigyelhető, így hogy van. Egy darabig józanul verekednek, és utána elgurul a gyógyszer, vagy elszakad a cél, és akkor ami belefér. És úgy vettem észre, hogy ez hatékony volt, mert ilyenkor az ellenfél mindig megrettent, hogy mi fog történni. Tehát ilyen a ringben nincs akkor, hogy elveszted a fejedet. Nem jó, ha van. Nem jó, ha van, mert ugye egy rutinos ellenfél ezt kihasználhatja, ez egy hiba. Tehát ezt ki tudja használni, és akkor esetleg belelép az ember egy olyan ellenakcióba, ami mondjuk végzetes. Tehát. És komolyabb sérülésed nem volt? Hát voltak ilyen sportsérüléseim, ilyen itt-ott fáj, meg zúzódások, meg orrtörés. Orrodat is eltörték? Fülborda, ilyenek voltak. Uh-huh. Na és akkor mondtad, hogy volt ez a kudarcod, vagyis hát ez a csalódásod, amikor neked kellett volna nyerni, de végig is elvették ezt a győzelmet tőled. Igen. És hogy akkor úgy gondoltad, hogy egy más irányba fogsz majd szerencsét próbálni. Hogy nem gondoltam ezt végig, csak úgy, ahogy lenni szokott, így kaptam lehetőséget, hogy ugye baráti körből akkor hívtak, ilyen szórakozó helyekre dolgozni, és akkor így, mondom, ott fizetnek is, meg néha, hogyha ugyan az ember elenged egy-két pofont, és akkor... Mit kellett ott dolgozni? Hát ez az, amit sokféle neve van, portás, kidobó, ajtónálló, most már ez is ugye egyre professzionálisabb szinten van, tehát úgymond ez is, hál' Istennek fehéredik ez a dolog. Hát akkor még ez nem volt így... Nem volt annyira fehér dolog. És az hogy működött akkor az életed? Kicsit mesélj róla, hogy telt egy heted, egy hónapod? Hát amúgy mindig dolgoztam valamit, és mellette csináltam ezeket az éjszakai munkákat. Tehát dolgoztam, edzettem, és igazából ennyi. Egy ilyen ördögi kör volt tulajdonképpen. Mikor aludtál? Hát akkor volt egy kis időm rá, meg tudtam, de hát nem voltam. Ez felborítja azért az egyensúlyt az emberben ez az éjszakázás, úgyhogy eléggé
rossz alvú lesz az embertől. És akkor ezeken az bulikon egyszer csak ott álltál az ajtóba és figyelted, hogy mi történik, vagy hogy kell elképzelni ezt a te szemeden keresztül? Hogy ment egy ilyen éjszaka? Hát ez attól függ, vagy az ajtó van az ember, vagy bent, és akkor attól függ, hogy milyen pozíció van, vagy az ajtót figyeli, meg ott többféle munka van, vagy belépőt szed, meg hát szűri az embereket, hogy ki van olyan állapotban, hogy már ne jöjjön be, vagy kit kell kisegíteni. Ilyesmi. Hát anyagilag. Igen, kit kell esetleg kivezetni, de hát ugye nyilván a gyakorlatban azért ez egy nehezebb történet, mint ahogy a elméletben. Meg vannak a szabályok. És ilyenkor a portás is szórakozik ott? Tehát elvileg ezt, nem, vagy? Elvileg nem, de mi ezt gyakran kombináltuk a kettőt, tehát igen, tehát használtunk, tehát alkoholt, meg más tudatmódosító szereket is használtunk. Tehát ez így eléggé az ember, hát ott az éjszakában azért úgy ki tud nyúlni a bűn az emberért, hogyha nincs hite, akkor elveszett. Uh-huh. Tehát így belemegy ezekbe a dolgokba. A kábítószer, meg minden ilyesmi. Igen, igen, igen. És te rendesen függővé is váltál? Hát mondhatni, igen, mondhatni. Voltak függőségeim. Egyébként az is érdekes, az is, hát marihuána függő voltam, nem tudom, 9-10 évig. Körülbelül azt is ugye eleinte ugye fájdalom ellen, meg ilyen rekreációs céllal. Használtuk, aztán amit lenni szokott, azért az ember függővé válik. Úgyhogy abból is egyébként az úr vezetett ki, tehát egyszer csak így, de akkor még nem tudtam, hogy ő volt egyébként, de abból is egyszer csak így nem hatott rám, és így éreztem a lelkiismeretemben, hogy ez ennek nincs értelme, tehát ennek vége. Várjunk még egy picit, ez egy nagyon érdekes dolog, amit most elkezdtél, mert mesélted már nekem, de egy picit még maradjunk ennél a helyzetnél, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy ezt te hogy élted meg. Tehát szedted a kábítószert, mentél, csináltad a munkádat, érezted, hogy megbecsülnek akkor? Fontosnak érezted magad? Igen. És amúgy úgy összességében ez milyen érzés volt? Jól érezted ott magadat? Vagy gondolkodtál egyáltalán ezen? Nem gondolkodtam. Jól éreztem magam, amilyen örömet ezek a dolgok tudnak adni. Tehát amilyen örömet egy kábítószer vagy egy részeg állapot tud adni. Tehát ez az öröm. De akkor volt. Neked már családod volt, nem? Hát volt olyan is, meg akkor még nem, amikor elkezdtem, de volt olyan része. Hát ugye a család is segített ebben. Tehát a család, már megvoltak a gyerekeim, akkor már vége fele volt ez a történet, és akkor utána jöttem ki belőle már. Uh-huh. És veszélyes helyzetekben nem kerültél? Voltak veszélyesebb helyzetek, persze. Mondtad azt, hogy itt előtte beszélgettünk, mondtad, hogy volt olyan szituáció, amikor tényleg csak az Isten mentett meg attól, hogy nagyobb baj történjen veled. Mesélnél ezekről, hogy mik voltak ezek? Hát így röviden volt olyan is, ezt is ugye akkor nem tudtam, tehát ezt szerencsének gondoltam, hogy hú, mekkora mázlim van, hogy volt olyan helyzet, hogy egy ilyen összetűzés elfajult, és akkor, hogy olyan helyzet volt, hogy domináns helyzetben voltam, tehát nagyon megüthettem volna valakit, úgyhogy már földön volt. És akkor éreztem is a vágyat, hogy ezt megcsináljam, tehát, és éreztem azt, hogy hát most úgy mondom már, hogy az embergyilkos bennem volt, tehát éreztem azt, hogy most komoly kárt akarok okozni. Tehát konkrétan úgy gondoltad, hogy most megöled az embert? Igen, igen. Ilyen kétszer volt talán, amire emlékszem. És de hát hál' Istennek nem sikerült, tehát mindig úgy volt valaki, hogy leemeltek róla, meg fordítva is volt, hogy megszúrtak volna hátulról, és az sem történt meg, mert valaki megrántott, és hogy nézzek oda, és akkor már szembe tudtam fordulni, és nem történt meg. Az ilyen verekedések egyébként gyakoriak voltak az életednek ebben a szakaszában? Nem, most ezt nem tudom, nem volt gyakori, tehát előfordult. Ez nem napi szintű dolog. Ugye az éjszakában nem gyakori, nem kerestem. Csak ha belementem, akkor már nem fogtam vissza magam, vagy nem voltam, hogy visszafogjam. Uh-huh. Nem érezted, hogy veszélyes ez? Ott nem. Ezt úgy mondanám, egy barátom kérdezte ezt valamelyik nap.
És akkor mondtam, hogy nem ismertem az urat, vagy gyáva, vagy vakmerő tudtam lenni, de bátor nem. Tehát ez már egy Istentől van ez a dolog, bátorság szerintem. Én így éltem meg. És amikor már vakmerő voltam inkább. Ugye mondtad, hogy volt munkahelyed, már volt családod is, és amellett is végezted ezt az éjszakai munkát. Ez, hogy élte meg a családod ezt, feleséged vagy a szüleid? Hogy te most este elmész, és akkor majd jössz reggel. Hát a feleségem az biztos nehezen élte meg. Szüleim nem tudom, szerintem nem tudom megmondani. Hát a feleségemnek nehéz volt, de hát a legnehezebb neki volt. Na, és akkor hogyan jött a fordulat az életedbe? Mert ugye ez nem, az ember nem gondolná, hogy valaki, aki ebben él, az majd egyszer egy imádkozós, bibliaolvasós, nem tudom én, Isten tiszteletre járós ember lesz. Mi hozta a változást? Hát, mint említettem már egyszer, ez az egyik függőségem is így megszűnt, de akkor még nem tudtam egyébként, hogy ez az Úrtól van. És akkor büszkés voltam magamra, hogy mekkora király vagyok, hogy ezt le tudtam tenni ezt a... De ez hogy volt pontosan? Hát ez a marihuána függőséggel volt kapcsolatban. És akkor hogy jött egy ilyen... Hát igazából úgy mondanám, hogy akkor nem tudtam, a lelkismeretem felszólalt, hogy ez sehova nem visz, tehát hogy ez csak megeszi az agyamat, az életemet, az egész, tehát egy ilyen felesleges dolog. És akkor nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt letettem akaraterőből. Ez hogy történt? Hogy otthon egyszer csak ezt így átgondoltad? Vagy ez hogy volt? Ja, hát igen. Tehát így egyszer csak így jött. És akkor... ugye bejött másik oldalról, a másik rabságként bejött egy másik, akkor több kokaint használtam utána, tehát mondom, ó, ezt letettem, akkor ez nem, hát ezt is majd össze nem vagyok én függő, majd megoldom. Akkor bejött a kokain. Az alkohol az úgy mindig volt, tehát nem napi szinten fogyasztottam, de buli volt, meg alkalmanként akkor nagyon nagy mennyiségben, és meg kokaint is így kombináltam a kettőt. És akkor egy ilyen vadabb buli volt, vagy hát nem is volt, de egy szokásos buli volt, akkor így egy szórakozó helyen voltunk, nyár vége volt, jó idő, kint ültem, és így éreztem, hogy nem hatott rám, hogy nagyon sokat ittam, meg nagyon sok kábítószert fogyasztottam, és nem hatott rám. Tehát ott voltam, így, mint hogy kívülről figyeltem volna a tömeget, és egyszerűen így mondom, hogy mit keresek én itt, tehát ez úgy, de addig ezt soha nem éreztem, csak akkor így, hogy érszemben nem is akarok itt lenni, mit keresek én itt. És akkor így mondtam, hogy kérdezgettek is, hogy mi bajod van, meg minden, mondom, semmi, csak egyszer mondom, ez nekem nem pálya. És akkor végül is hazavittek reggel. És akkor a kisfiam, hát a nagyobbik fiam egy éves körül volt, jött ki a szobából, és akkor rám nézett a tiszta szemébe. És ott ismertem fel a kontrasztot, hogy... Bocs, mivé lettem? Ennyi. És ez meghatározó volt. Mire gondoltál akkor? Mi az, ami úgy végigfutott a szívedbe vagy az elmédbe? Láttad a fiadat, láttad magadat, mire gondoltál? Hát, hogy egy féreg vagyok. Csak azt láttad, hogy hozzá képest te mennyire szennyes vagy, vagy pedig azt is érezted, hogy más lenne szüksége a fiadnak? Vagy? Hát ezeket így, igen. Tehát így. Nem gondolkodtam, csak ugye ő itt állt, nézett föl rám, ugye tiszta gyermeki szem, meg a tükörre szembe álltam. És ez úgy ütött. Ez bűnbánat volt akkor, amit igazából éreztem? Ezt nem gondoltam végig, de az volt. Akkor igen. Mit érezted, hogy elszúrtad, hogy mocskos vagy, vagy bűnös vagy? Vagy igen. De igazából senki nem mondta ezt neked, hogy Gergő, te egy rohadt szemét vagy. Nem. Csak egyszerűen addig nem tűnt föl valahogy. Volt meg így,
így ez jött, hogy szó szerint ez, hogy egy mocskos féreg vagyok. Uh-huh. És utána mi történt? Hát utána kezdődött ilyen keresgélés, tehát így elkezdtem gondolkodni, hogy hogy kerültem ide. Meg így a sport visszajött, hogy a tehetségemet elpazaroltam. És így elkezdtem az igazságot keresni igazából, hogy jutottam ide. Akkor hány éves voltál? Hát ez olyan 33-35 körül valahogy így, igen. Valahogy így, 33 körül. Uh-huh. 33 körül. Igen. És akkor hol is tartottam? Hát, hogy gondoltad, hogy akkor elpazaroltad a tehetségedet, és újra a sportba kellene próbálkoznod? Ja, igen, igen. És akkor közben persze, hogy újra sportoltam, akkor talán megint versenyeztem is, igen, akkor majd megint magyar bajnokságon indultam. De közben egy kerestem, ilyen spirituális keresés volt ez. De még akkor nem értettem meg, hogy Jézus Krisztus, tehát még nem volt ez valóság számomra, meg hogy ez tőle van ez az egész, ez később tudatosult bennem, akkor meg elmentem ilyen tévutakra, tehát ilyen, már Jézus bejött ott is ilyen, ez a Rudolf Steiner féle vonalról, ez a szellemtudományos elemzések Jézus, az evangéliumokról, szóval ugye vannak benne ilyen apró igazságmorzsák, de amúgy tévtanítás az egész, de az is már úgy megfogott, meg Osónak a munkája, Mustármag, ami szintén ugye Jézusról szól valahol, tehát ezzel foglalkozik. Tehát egy kicsit így tévelyektem még erre-arra. Mi hajtott akkor? Felismerted azt, hogy nem jó úton jársz, és akkor valami többet kerestél az életben? Igen, 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 igen. Akkor elkezdtél olvasgatni? Igen, rengeteget, nagyon sokat, meg ilyen prédikációkat is néztem, mondjuk akkor azok is ilyen tévtanítások voltak, de már azokból is azért megfogott egy-két dolog. Meg tudnád fogalmazni, hogy mit kerestél akkor? Az igazságot az életemben. És akkor így jöttem rá, hogy az igazság az út és az élet, hogy Jézus. Na, most kerested az igazságot, és akkor olvastál csomó mindent. Miért gondoltad azt, hogy nem az az igazság, amit éppen olvasol, vagy amiben elmélyülsz? Nem adott egy ilyen végső nyugalmat. Tehát, mivel nem volt igaz, ezért kerestem tovább, gondolom, de ez ugye nem rajtam múlott, hogy tehát mentem tovább ezen az úton, aztán mondom, így tévelyektem így erre-arra, és akkor közben itt már 2014-ben kezdtem el a személyedzéseket, és akkor jött hozzám valaki, akivel foglalkoztam, és ő amúgy katolikus, de egy Biblia szóba került, és akkor úgy kezdtem el olvasni a Bibliát. Tehát addig rengeteg mindenféle könyvet elolvastam, nem tudom megmondani rengeteget, tehát faltam őket, és akkor jött közben egy Biblia. És ő mondta, hogy kezd el olvasni a Bibliát? Nem. Vagy? Azt mondta, hogy ő olvassa, és akkor így. Valahogy ez így megfogott. Uh-huh. És akkor elkezdtem olvasni. Meg akkor már elkezdtem imádkozni is ez a... De még tévtanítások alapján, mert nem olvastam akkor még a Bibliát, és akkor olvastam valahol, hogy nem érdemes Istenhez imádkozni, mert hogy olyan magasan van a hierarchiában, hogy nem hallgatja meg, és akkor, hogy az angyalokhoz kell imádkozni. És akkor ilyet is csináltam eleinte. Angyalokhoz imádkoztam, ami ugye nem egy jó dolog. Erről mesélnél egy kicsit, hogy ezt, hogy kiválasztottál találomra egy angyalt, vagy hogy? Valahogy talán ilyen védő angyalhoz, vagy nem is tudom, hogy volt már. Tehát, hogy igen, hogy mivel hogy mindenkinek van angyala, és akkor, aha, hogy ahhoz imádkoztam. És úgy elképzelted, hogy ott áll melletted, vagy nem, valami is? Nem képzeltem el semmit. Tehát látni nem akartam én ezt meg. Csak így imádkoztam. Akkor mit reméltél ettől? Hogy... Hát, hogy segít. Aha. Na jó, szóval először nem imádkoztál Istenhez, mert ugye ő a hierarchiában túl messze van, igen, hanem igen. Az angyalokhoz imádkoztál.
És akkor hogy léptél tovább végül is így az angyalokon? Egyébként történt bármi? Tehát volt bármi megtapasztalásod ezzel kapcsolatban? Volt, igen. Pont ezek után szerintem, lehet, hogy pont ezek után az angyalos imák után volt ez. Hogy volt egy megtapasztalásom, ami igazából már akkor olvastam a Bibliát. És akkor fényes nappal volt reggel, és ott volt, hogy láttam egy démont, tehát így az úr így megmutatta, láttam egy démont, ami most valószínűleg úgy értelmezem az ott, hogy belőlem ment ki. Na, és ez milyen volt? Hát csúnya. Hát nem volt szép. Nem volt le tudnád írni? Hát mindegy ilyen az ázsiai tetoválásokban ezek a, nem tudom pontosan milyen maszkok, ezek a nyúlott arcú ilyen. Hát ilyen démon fej volt. Csak a fejét láttad? De csak láttad? Egy fej, igen. És azt láttad, hogy belőled megy ki? Azt nem láttam, hanem hogy itt van közel, és itt végül is folytogatott, tehát. Rendesen érezted, hogy folytogat? Igen. Igen. És mire gondoltál akkor? Hát, halálosan féltem. Tehát semmire nem gondoltam, mert fényes nappal volt, és láttam. De feküdtél az ágyba, vagy csak de közben ültél? Ugye nem is tudtam arra gondolni, hogy megbolondultam, mert ugye nem volt, tehát féltem. Nagyon. Rendesen a szemeiddel láttad? Így van. Fényes nappal reggel 6-7 körül, aztán akkor ugye olvastam a Bibliát, és akkor Jézus Krisztushoz szóltam, akkor így hozzá kiáltottam, és akkor igaz nevetett, de elment. Hangosan mondtad, hogy Jézus? Hát most, hogy gondolatba mondtam, vagy hangosan, ezt nem tudom. Aha. Mert azért egy sokkos állapotban voltam, amilyen szinten. És akkor elment, kiment az ajtón, így az a fej így kiröpült. És akkor onnan tudtam, hogy az egész sztori az igaz, ez a Jézus, meg ördög, meg sátán, meg így minden. Hm. Az valami változást hozott benned ez az élmény? Hát igen, ez egy hát akkor jöttél rá, hogy, ez valóság, ez az egész? Így van. Na és akkor utána ez mire ösztönzött téged? Hogy volt tovább? Hát akkor már csak ebbe az irányba mentem, tehát csak Bibliát olvastam. Meg imádkoztam Istenhez, meg az evangéliumokat olvastam, meg akkor láttam ugye a Passiót is. Előtte láttam pár évvel, de úgy hú, mondom, ez egy jó film, Mel Gibson, ez egy jó rendező, amúgy is bírom a Rettenthetetlent, mert ez tök szuper. És akkor megnéztem, jó film, hú, mondom, ez durva, elég durva horror ez a Passió. Így ennyi. De akkor ezek után, akkor így megnéztem, és akkor így ez a taknyom nyálam folyott rajta, úgy sírtam, és hogy az eddigi életemmel, hogy én voltam, aki korbáccsal hátára vágtam, meg leköptem, de ezeket éreztem. De ez nagyon érdekes, hogy ezt senki nem mondta neked, de mégis egyszerűen így, csak így felismerted belül ezeket így a dolgokat. Így van. Vagy az egész életem az... Tehát mondom, hogy néztem a római katonákat, ahogy kínozták, és hogy én is az lennék, aki végig vág rajta, meg pofon csapja, megalázza, meg leköpi. Hát azért ez egy elég nyomasztó érzés, nem? Tehát ez inkább egy negatív lelkiállapot, vagy tudnád jelenteni? Igen, az volt. És akkor talán utána ez nyomott is, és akkor utána valahogy így képbe jött ez a megtérő kimája. Elmondtam egyedül otthon, tehát a videóról meg. Volt egy olyan pont, amikor megértetted azt, hogy Jézus értett szenvedett? Hát itt talán ez, igen. És azt el tudnád mondani, hogy az hogy zajlott benned, amikor úgy felismerted, hogy Jézus... Hát csak sírtam ennyi, tehát mondom, tehát ez a nagyon... Hát ez a klasszik, ez a taknyok nyálad folyik, és bömbölsz, mint egy gyerek. De ez nem hasonló ahhoz, amit bármilyen mozifilmben az ember átél, hogy bemész a moziba, és akkor látod, hogy mit tudom én, a gladiátor mindjárt meghal, és akkor... Vagy miben más? Miben volt ez más? Nem tudom, mély volt, tehát nagyon hasított, nagyon mély volt. De tudtad, hogy ez nem egy film, hanem ez a valóság? Igen, hát mondom, előtte láttam pár évvel, és akkor... Aha. Jó, egy jó film. És akkor volt ez az ima? Az mi volt az ima? Hát ez a megtérő kimája volt, az a, nem is tudom, talán az a öreg magyar szín, Simukovics Imre talán, úgy hívták, azt a színészt, az ő hangján volt. Maga. De az nem ebben a filmben volt, hanem csak úgy hallottad valamit? Nem, azt itt a videó.
megosztó csatorna. Tehát, azt már direkt kerested azt az imát, vagy csak? Hát nem, keresgéltem a neten, és így dobta a net, és akkor hoppácska mondom, és akkor elmondtam. Hoppácska. Mondom, ez itt nem véletlen. Na, és mi volt ebben az imában? Miről szól egy ilyen ima? Hát, hogy behívtam Jézus Krisztust az életembe, megvallottam, hogy bűnös vagyok, szükségem van rá. Tehát őszintén hozzá kiáltottam, tehát szóltam, hogy mentsen meg. Ezt teljesen őszintén mondtad. Így van. És akkor mi történt benned? Éreztél valamit? Nem, ilyen megkönnyebbülést éreztem, de ez nem volt egy katartikus dolog. Csak így meg kellett tennem, megtettem. Jó érzés volt. Ilyen felszabadító érzés. És akkor olvastam az igét, néztem prédikációkat. És akkor úgy jutottam el utána ide is. Arra vissza tudsz emlékezni ebből az időszakból, mert gyakorlatilag te teljesen autodidakta módon jutottál el Krisztushoz, vagy mondhatnánk, hogy maga az Úr vezetett téged magához, és az internetet, az ő hűszolgáját használta ebben. Hogy vissza tudsz arra emlékezni, hogy milyen felismerésekre jutottál el akkor, amikor olvastad a Bibliát, vagy hallgattál az igehirdetéseket, hogy voltak olyan szignifikáns, nem tudom, meghatározó felismerések, amikre akkor eljutottál? Hát igen, igazából nem tudtam még, hogy ezt úgy hívják, hogy kijelentés. Tehát ezt a keresztény szakzsargonban nem voltam tisztában, most se vagyok azért annyira. És akkor így... Hát igen, így megszólított kijelentéseket kaptam. Az első talán 23-as vagy 23. Zsoltár volt. Aztán így mindig kaptam meg a Jakab levele, meg így jöttek. És akkor... És érezted, hogy ezek változtatnak téged? Igen, hogy megszólított, így éreztem. Igen, változtatott. Így van. És akkor hogyan kerültél gyülekezetbe? Hát akkor is prédikációkat néztem, és akkor Görbis Tamás fél prédikációkra akadtam. Azok úgy megszólítottak meg abból is, úgy végülis voltak ilyen kijelentések, meg hogy mondom velem, ez történt. Szóval akkor ilyen felismerésekhez jutottam. Meg akkor már így bennem volt, hogy el kéne mennem valahova, ahol, tehát hogy mondjuk, hogy talán nem vagyok bolond, és akkor vannak ilyen hasonló emberek. Ugye Krisztus bolondjai. Addig teljesen egyedül, magányosnak, vagy egyedül érezted magadat ebbe? Így van. Tehát úgy gondoltad, hogy ez most a te útkeresésed, itt a dzsungel, egy dzsungelharcosként itt. Jó dolgok történnek veled, de előtte nem is gondoltál arra, hogy mások is esetleg hasonló cipőbe járnának. Hát így volt némi fogalmam, de így nem is gondoltam ezt így végig. Csak igen, így nagyon így mentem előre. Aha. Szóval akkor felmerült benned ez a gondolat, hogy jó lenne esetleg keresni másokat is, és akkor utána mi történt? Te láttam ezt a prédikációt, és akkor ugyaneten elkezdtem így nézegetni, hogy Veszprém, hogy ez se tetszett, az se gyülekezett, és akkor így a Görbis Tamáson keresztül valahogy így kapcsolatot találtam, ugye a Vekkerrel, akkor elolvastam a honlapot, meg akkor közben a Walter Katit ismertem, mert... A honlapon felismertem? Felismertem, igen. Mindig ő lepődött meg a legjobban, amikor beléptem az ajtón. Mit kereselte itt. De így jutottam ide igazából, úgyhogy... Aztán akkor állítottam bemerítkezés, aztán haladok ezen az úton. Na most magunk között vagyunk. Tehát amikor először eljöttél ide, akkor milyen érzéseid voltak? Milyen begyomások értek? Vegyes érzéseim voltak. Kedvesen fogadtak, és ez így jól esett. De azon kívül nagyon ugye bennem volt ez a kettősség, hogy mit csinálsz, meg hogy ez hülyeség, de közben jönnöm kellett. Szóval ilyen kettős. Mi miatt érezted az, hogy ez hülyeség? Nem tudom megmondani. Hát talán ez, ami ugye az embereket zavarja, tehát hát ez, amit gondolnak mások, ez az örök problémája ugye az embereknek. Uh-huh. Ez is egy börtön, egy csapda, hogy mit gondol Jóska Pista rólam, és akkor ha mi lesz, szóval ez egy ilyen csapda. Vissza tudsz emlékezni arra, amikor az első Isten tiszteleten részt vettél, hogy akkor azt hogy élted meg? Hát jó volt meg, tehát hatott rám, akkor nagyon-nagyon
Hát erősen hatott rám. Akkor még csak az ige hirdetés, tehát egy fura is volt nekem az a dicsőítősdi, hogy hú, mondom, most mi ez, az úgy nem fogott meg akkor. Csak az ige hirdetés, tehát úgy az, tehát éreztem, hogy ez táplálék, tehát hogy szellemi táplálék. És arra vágytam. De maga, tehát ez a dicsőítősdi, akkor még nem értettem meg. Hát ez a folyamat, tehát így haladok az úton is. Így. Amikor az első alkalom után hazamentél, akkor mire gondoltál? Arra gondoltál, hogy visszajössz újra, vagy arra gondoltál, hogy hát majd még meglátjuk? Arra, hogy visszajövök. Bár de nem gondoltam ezt végig szerintem, csak hogy visszajövök. Uh-huh. A feleséged érzékelte rajtad ezeket a változásokat, amik végbe mentek? Őt kell megkérdezni. Igen, én nincs pont erre gondolt. De hát érzékelte, igen. Így van. Milyen volt az, amikor eljutottál a szövetségkötésig, bemerítkezésig? Hát jó, meg nehezen is ment. Tehát ilyen sok akadályozó tényező volt, meg akkor két helyen dolgoztam, tehát ilyen eléggé kimerült állapotban voltam fizikailag. De jó volt. Tehát nagyon tök meghatározó volt. Mennyi idővel ezelőtt történt az, amikor úgy igazán átadtad az életedet Jézus Krisztusnak? Hát, talán már bemerítkezés előtt átadtam, csak nem tudtam. Meg hát azóta, tehát ez úgy vagyok, az a jó benne, hogy ez nem egy merev dolog, hanem így fejlődök benne folyamatosan, és érzem, hogy nő bennem. Hát, talán ami ugye ilyen nagyon megkeményítik az emberek a szívüket, és az azért is azt látom, hogy sokan azért nem térnek meg, mert pont a félnek az összetöréstől, de hát ez szerintem kell, hogy összetörjön az ember is. Úgy tud ugye a mag behullani a Krisztus, úgy tudja megérinteni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, ezt kicsit kifejtenéd, hogy mit értesz az alatt, hogy az emberek félnek az összetöréstől? Mi az az összetörés? Hát az önátadástól félnek, hogy hát most nem, nincs nagy ige ismeretem, nem is biztosítom pontosan, tehát hogy ugye aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszti, én értem, az megtartja azt, tehát talán ez hogy hát az önfeladástól, hogy akkor már nem te vagy, hanem benned a Krisztus. Akkor neked Jézus Krisztussal egy valóságos, személyes kapcsolatod van? Igen. Ez hogy működik? Hát ez úgy működik, hogy hát, hogy ez egy kommunikáció, vagy két oldalú kommunikáció igazából. Ugye szólok hozzá imában. De ritkán, tehát ilyen élő szóba imádkozom. Ugye volt ima életem is, mielőtt egyáltalán tudtam volna, mit jelent az ima élet. Tehát most már tudom ezt is. Úgyhogy beszélek meg az igén keresztül, kijelentéseket ad meg dicsőítésen keresztül is, meg a prédikációkon keresztül. És ilyenkor rendesen érzed, hogy történik benned valami? Igen. Például amikor imádkozol, ugye mondtad, hogy hangosan szoktál imádkozni? Igen. Amikor imádkozol, akkor érzed, hogy valami benned ilyenkor történik? Igen. És ezt hogy tudnád leírni, hogy mi történik? Na, ezt nem tudom leírni szavakkal, ugye ezt megtapasztalni kell, azt javaslom mindenkinek. Nem tudom szavakkal elmondani. Mi az, ami változott benned, vagy változik benned azóta, hogy megismerted Jézust? Miben lettél más ember? Hát sok mindenben, hát türelmetlen voltam nagyon, türelemben fejlődök, hát nem vagyok tökéletes nyilván, de nagyon sokat fejlődtem benne. Meg amit úgy, hát hogy megtisztította a beszédemet, nem mondom, hogy néha nem csúszik ki valami, de nagyon-nagyon ritkán, és ebből bocsánatot kérek érte. Meg hogy nő bennem a szeretet. Tehát igazából volt egy fogalma a szeretetről, de hát ez nagyon sekélyes volt ahhoz képest, amit tanulok, tehát amit tanít
Jézus Krisztus az embernek, tehát fejlődök a szeretetben, így van. Hogyha összehasonlítod a korábbi életedet, meg a mostani életedet, a célokat, hogy akkor milyen céljaid voltak, és most milyen céljaid vannak, akkor ezt hogy tudnád elmondani? Hát, régen ugye testi ember voltam, önző vágyakkal, csak a pillanatnyi kielégülés érdekelt minden téren. Az embereket nem nagyon értékeltem, gyűlöltem is sokáig, tehát volt bennem egy embergyűlölet. Hát kihasználtam csak az embereket igazából. Mondjuk nem hiszem, hogy tudtam, tudatos volt, csak egyszerűen ez voltam. Hát önző voltam, arrogáns. Így hát, és ha valaki azt mondta volna, hogy imádkozni fogok, meg ezzel, meg az, akkor biztos azt mondta volna, hogy elmentek otthonról. De hát ez van. Hál' Istennek. Most milyen céljaid vannak? Mit szeretnél elérni az életben? Hát mondom így, hát Krisztussal járni, az mondom az alap, és akkor minden más ebből jön. Tehát vannak tervén a munkám terén, szeretném felépíteni, úgy mondom, most csúnya szóval ezt az edzői karrieremet. Meg az motivál az edzésben is, hogy azok a sérülések, amik tudatlanságból fakadtak, mint a fizikai sérülések, tehát, hogy akikkel foglalkozok, vagy srácok, gyerekek, akiket majd tanítok, azok lehetőleg nem menjenek át azokon a fizikai sérüléseken, meg hát persze a szellemi töltet sem mindegy. Tehát, hogy megkíméljem őket attól, amik mondjuk egy rossz edzésmódszerből, vagy hibás mozgásokból adódnak. Tehát, hogy fejlesztem, javítsam őket, építsem őket. Nemrégiben egy nagy váltás volt az életedben, mert azt megelőzően egy munkahelyen is dolgoztál, 10-valahány éven keresztül, 17 éven keresztül, ez nagyon hosszú idő. Igen. Vagy már annyi, na mindegy. És most azt teljesen feladtad, és csak az edzősködésnek szenteled az idődet. Ez pontosan mit jelent, hogyan edzősködsz? Hát jó, személyedzéseket tartok, erőléti és ilyen arcművészeti, vagy tetőkörvívás, meg thaibox, kickbox mozgásanyagát próbálom átadni az embereknek, akik hozzám fordulnak ezügybe, tehát meg csoportos edzéseket is tartok, inkább a személyedzés most a jelenlegi profilom, de szeretnék csoportokat is felépíteni, hogy minél több emberrel meg foglalkozhassak. Inkább egyébként, hogy a fiatalok meg a gyerekek jönnek így felém valahogy. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a vonal, majd inkább a srácokkal kell foglalkozni, majd kialakul. Szereted ezt csinálni? Nagyon, igen, igen. Miért szereted? Nem tudom megmondani. Erre vagyok elhívva talán, nem tudom. Ez az érdekes szituáció, amikor valaki elmegy egy edzőhöz, akkor valahol fel is néz rá nyilván. Volt olyan alkalmad, amikor a hitről, Istenről, vagy az élet értelméről tudtál valakivel beszélni? Igen, volt. Ilyen szituációkban? Igen. Viszonylag sokszor, tehát előfordul valahogy ezek a személyedzéseken, ugye valahogy így mindig szóba jönnek ezek a dolgok, tehát így az evangélium ugye elhangzik mindig. Ilyenkor mit szoktál mondani az embereknek, vagy milyen érzés ez, hogy... Hát jó érzés, nem is tudom, ez csak így megtörténik, tehát jó érzés, és így megtörténik. Tehát valahogy jönnek, kérdeznek, nyitottak rá, és akkor így alakul a dolog. Aztán, hogy azt mondja az Úr eldönti, hogy kit hív el, vagy hogy lesz ez náluk, én elmondom, aztán nem az Úr dolga. Mit tudnál mondani azoknak, akik közelednek Istenhez, de még úgy vacillálnak, nem tudják, hogy igaz, nem igaz, vagy nem tudják, hogy döntsenek, igent mondjanak, nem mondjanak. Mit tudnál nekik mondani? Döntsenek Krisztus mellett, ezt tudom nekik mondani. Igaz, tehát ez az egy, ő az igazság, ő maga, belőle fakad, tehát ennyi, döntsenek mellette. Nagyon köszönöm, Gergő. Én is köszönöm. Van időnk,
még. Úgyhogy adnék lehetőséget arra, hogy ha vannak kérdéseitek esetleg a Gergőhöz, akkor egy néhány ilyen kérdést feltehetnétek, ami úgy érdekelne benneteket, kíváncsiak lennétek rá, de még nem esett szó róla. Van-e ilyen valakinek? Parancsolj, Krisztián. Hát mondtad, hogy használtál dolgokat, ezek most is támadnak, meg még érzel mágyat, hogy ilyet, vagy ez teljesen? Sem. Elismétlem a kérdést, jó, a mikrofon kedvéért. Tehát az volt a kérdés, hogy régen mondtad, hogy használtál drogokat, és a kérdés az volt, hogy ezek kísértenek-e, most előjönnek-e, hogy vagy ezzel? Nem. Egyáltalán? Nem, egyáltalán. Szóval egyáltalán nem. Nem. Nagyon frappás, rövid válasz adott a Gergő. Nem a szavak embere. Nem tudom bővebben kifejteni. Aha, nagyon jó. Más kérdés? Parancsolj, Isten. Hogy jutottál a Biblia felfedező kurzusra, hogy elismétlem a kérdést, jó, mindig így csináljuk, hogy a felvételem meglegyen. Tehát, hogy hogyan jutottál el a bibliai felfedező kurzusra, és hogy mit adott neked azon való részvétel? Ugye ez volt a kérdés? Hát itt ugye, amikor a gyülekezetbe jártam ide, és akkor meg lett hirdetve, és többen javasolták, hogy menjek el. Mondom, nagyon nehezen tudtam benyomni, nagyon kimerült voltam, meg nagyon nem jött jókor, de éreztem, hogy el kell mennem. És elmentem, és hát meghatározó volt sokat. Hát ott is megérintettek igék, úgymond kijelentéseim voltak, és hát hozzásegített a bemerítkezéshez, tehát hogy eljussak addig. Tehát egy jó lökést adott. Szuper. Tamásnak volt kérdése? Parancs. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a családi gondolatok érdekelnek, mert a kisfiatat egy évesen hallottunk róla, ugye? Igen. De hogy nem tudom, van-e több gyermeket, meg egyáltalán, hogy ők is járnak a gyülekezetbe, a feleséget, mit szólt ehhez az egészet, és rá milyen hatással van. Szóval akkor elismétem a kérdést, tehát a családi vonulat érdekelné a Tamást, hogy a gyerekekkel azután mi lett, járnak-e a gyülekezetbe, a felesége, hogy fogadta ezt az egészet, ugye? Ezt kérdezted nagyjából. Hát van, ugye van két fiam jelenleg, egy meg úton, ugye 7 és 6 évesek nagyjából most lesznek, és járunk gyülekezetbe. A feleségem is már megérintette az Úr, úgyhogy ő is úton van felé. Járunk gyülekezetbe, ennyi. Vagy nem tudom, és volt még valami kérdés, hogy elfelejtettem valamire válaszolni. Kielégítő számodra ez a válasz, Tamás, vagy? Kielégítő, hogy egyetlen a fiúk, hány, milyen idősek? 7 és 6 évesek. Igen. Ugye ez nagyon érdekes, amit a Tamás firtat, és amire a Gergő válaszolt, hogy amikor a férfi, a családfő talál rá Jézus Krisztusra, és kezdi őt követni, akkor az mindig nagyon nagy hatással van a családjára. Nagyobb hatással van, mint hogyha mondjuk a gyerek kezdene el. Az mindig meghatározó. És nyilván ez azért van, mert hogyha a gyerekek meg a feleség érzik a valódi változást a családfőben, akkor valahogy ennek mindig súlya van. Nem véletlen Isten így rendezte, hogy a családfő az, aki meghatározó a család élete szempontjából. Hát adja az Isten, hogy minél több ilyen család legyen, akik így szépen libasorba kezdenek jönni Jézushoz. Más kérdés? Még vala? Láttam, hogy volt itt is jelentkező. Gábor? Tehát, hogy mint apa változtatott-e valamit rajtad az, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatba kerültél? Hát igen, változtatott. Hát itt is talán ezt tudnám mondani, hogy nő bennem a szeretet. Tehát egyszerűen így, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Ez a türelem és a szeretet, ez változott bennem sokat. Tehát ez növekszik bennem.
pedig hát azért gyerekek próbára teszik néha türelmet, picit, de így növekszik bennem, és ez igazából ez öröm számomra. Nagy öröm. Szuper. Nagyon jó kérdések. Mondhattok még, tehettek föl. Erika? Igen, nagyon jó kérdés. Jó kérdés. Erika azt kérdezte, hogy az Isten tiszteleti dicsőítés az azóta milyen hatással van rá, illetve hogy változott-e valami benne ezzel kapcsolatban? Igen, ez jó kérdés. Ez sokáig nekem probléma volt egyébként. Ez, talán a közelmúltban volt egy ilyen törés, vagy változás ebben, hogy nem nagyon tudtam az Urat dicsérni, így nem tudom, hogy ennek mi az oka. És otthon pont így meghallottam az egyik dicsőítést, mert otthon is szoktam hallgatni. Az a refrén, hogy nem akarok félszívű követőt, és akkor ez így bum, ez megütött, és az egy ilyen áttörés volt, és azóta így fejlődöm ebben is, tehát tudom dicsérni az Urat. Ezt én is tudom tanúsítani, a Gergővel meg a Csabával szoktunk hetente egyszer találkozni, és az új életkurzusokkal kezdünk haladni, és akkor az elején mindig dicsérjük az Urat. És ez annyira jó, amikor így hárman férfiak, tudod, ott állunk a szobában, és akkor jó, amikor így látom a Gergőt és a Csabát, hogy így dicsérjük az Urat, tudod. Ez nagyon tetszik, amikor azt mondja az ige is. Nem? Hát különösen hát az kevésbé, de... Bocs. De... Bocsi. Nem, nagyon jó. Hát azt mondja az ige, azt írja, hogy Pál írja, hogy azt akarom, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket emeljenek fel harag és versengés nélkül. És amikor a férfiak ezt csinálják, hogy összejönnek és felemelik a kezüket az Istenhez, és dicsőséget adnak neki, és kifejezik felé azt, hogy a tiéd vagyok Istenem, hát szerintem ez a Földön az egyik legnagyszerűbb dolog. És jó látni azt, hogy a Gergő is most már ebbe otthon érzi magát, és nagyon jól áll neki. Van-e még kérdésetek? Amíg maradhatunk ennél a témánál, hogy az emberekkel való kapcsolatban, amióta dicséred az Urat. Igen. Tehát Erikának a kérdése az volt, hogy amióta változott a dicsőítéssel kapcsolatos hozzáállása, azóta az emberekkel való kapcsolata, viszonyulása változott. Te volt-e valamilyen hatással ez az emberekkel való kapcsolatára, hogy őket is dicsérje jobban, ugye? Ezeket kérdezted, vagy ilyesmi? Hát ez jó kérdés megint csak, de már előtte, tehát még mielőtt ez a dicsőítésben megtörtént bennem ez a változás, már előtte, már Krisztus behozta bennem azt, hogy tehát, hogy türelmesebb voltam az emberekkel, meg kedvesebb. Tehát, hogy ahonnan indultam. Tehát így a dicsőítés nem hozott jelentős változást, inkább csak maga Jézus. Nagyon jó, kérdezzetek még, ez olyan jó. Most itt az alkalom, hogy tudakozódjatok a Gergő felől. Igen, érdekelne, hogy van-e valami kedvenc igéd vagy történeted a Bibliában, most ezt rosszul van, hogy igéd volt kedvenc, de ami mondjuk így a legnagyobb hatással van rád. Krisztiánt érdekelni, hogy van-e valamilyen kedvenc igéje Gergőnek a Bibliából, vagy egy olyan, ami úgy nagyon nagy hatással van rá, kifejezetten szereti jelenleg? Hát kedvenc igém, amelyik éppen megszólít mindig, de történetem talán a Józsefnek a története. Második, Ferenc József. Akit a testvérei bevágtak a dökkútba, annak a Józsefnek a története. Egyébként jogos a kérdés, mert akár Arimátiai József is. Így van, teljesen jogos. Nem, tényleg jogos a kérdés. Szent József, a politikus. Hát. Na, az nagyszerű Józsefnek a története, tényleg nekem is ez a kedvenc történet. Szeretem. Drámai is. Más kérdés? Erika, ha egyszer egy szót kapsz, érted? Ha most megint egy ember, milyen érzés?
Ha most megütsz egy embert, az milyen érzés? Ja, hát nem ütök meg, hál' Istennek, jó rég embereket. Így. Edzésen se nagyon, most sérülésem is van, tehát nem is boxolhatok most, de érdekes egyébként, már volt, hogy pár hónapja lekeveredtünk egy terembe, mi ketten edzettünk, és akkor hívtak, hogy álljunk be bunyózni, boxolni akkor nem tájboxol, de mindegy, és akkor úgy voltam, hogy előtte kimentem imádkozni, hogy csak annyira akkor erővel lépjek föl, ami pont elég. És akkor így is volt, kezdtünk egy jót, nem durvult el a dolog, ők is megérezték, hol kell visszavenni, meg én is, és akkor így maradt egy ilyen könnyű sparring szintjén, nem volt. Én is volt ez. De ez ugye nem verseny, tehát itt a keresztény box, az ember azt gondolja, hogy azért imádkozik, tudod, hogy minél nagyobbat tudja ütni, de nem. Hát az már, ha verseny lenne, akkor az más tészta, ez egy edzés volt. Azért arra kíváncsi lennék, hogy egy versenyen, tudod, imádkozik előtte, és akkor Uzar azt mondja, na megáldalak téged, akkor át bemosolod. Kedvenc ígérdem az, hogy jobb vagy, mint De. Nagyon, nagyon nagy igazság, és ez a mi sportágunkban kifejezetten érvényes. Nagyon jó. Más kérdés? Elképzelhető-e versenysport keresztül? Kifejezetten Thai box vagy bármi egyéb? Vagy box, vagy sport. Nagyon jó kérdés. Én szerintem elképzelhető. Én úgy gondolom, mert ezen gondolkodtam, hogy ez hogy fér össze, de szerintem ez úgy fér össze, hogy ez sport. Tehát itt lényeges, amit mondtam, hogy egyrészt nem gyűlöletből kell harcolni, hanem azért, mert szeretjük csinálni. És ami még lényeges szerintem, hogy a győzelmet, a dicsőséget föl kell ajánlani az Úrnak. Tehát az megvédi a harcost attól, hogy elszálljon magától és felfúvalkodjon. És ha a sportsikerekből esetleg ismertsége van, akkor meg arra kell használni, hogy hirdeti az evangéliumot, megmondja, hogy ő Jézussal sportol, és ennyi. Azért nekem lenne még egy fontos kérdésem, Gergő, hogy te választottad azt a címet, hogy farkasból pásztorkutya. Hogy mit értesz ez alatt? Miért gondoltad, hogy ez a cím, ez kifejezi a te életednek a változását? Hát ugye, mert farkas voltam, tehát egy démonikus életet éltem. Pásztorkutya meg talán úgy jött, hogy itt a gyülekezetben azért, hogy amikor bejöttem, azért így, tehát azért van, aki így furcsán nézett rám, tehát ilyen kicsit se báránynak nem éreztem magam, meg farkas már nem voltam. Meg hát ugye a pásztorkutya az a pásztornak a szeme, meg a karja, meg a füle, tehát segíti a munkáját nagyba, de igazából ez így jött, hogy kicsit nem éreztem magam bár, tehát azért így furcsán nézegettek páran, meg minden. Ugye azt tudni kell, hogy van sok szép tetoválás a Gergőnek a lábain, meg a karjain, és ugye haj, viszont kevés hát, van. Ez genetika mondjuk, tehát. Látszik, hogy azért egy elszánt tekintetű, határozott férfi, és ugye így bejönnek a gyenge lelkű hölgyek a gyülekezetbe, és jönnek imádkozni, és akkor meglátják őt, ugye jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ő meg mit keresi, igaz? Tehát valahogy lehet, hogy ezek az érzések, de látjátok, nem mindegy, hogy nézzünk valakire, azért a kemény külső, lágy belsőt takar, és őnek is szüksége van az elfogadásra, a szeretetre. Egy pásztorkutya is akkor az igazi, ha... Hát valahogy ez innen jött, tehát csak ennyi. Aha. Na, hát nagyon köszönjük, Gergő. Nagyon hálásak vagyunk érted, és örülünk annak, amit látunk az életedben. Hálásak vagyunk értetek, Szilvi. Nagyon jó, hogy itt vagytok közöttünk, és veletek is gazdagodott a közösségünk, és azt kívánjuk nektek, hogy növekedjetek, épüljetek, hogy tapasztaljátok meg Istennek a szeretetét a házasságotokban, a gyerekeitekben, a munkátokban, legyen áldás ezen, amit elkezdtél, adjon az Úr neked sok jó kuncsaftot, akit megtanulhatsz imádkozva harcolni, és használjon téged Isten abban, hogy el tud mondani minél több embernek, hogy ő él.
és legyenek olyan gyümölcseid, amikor látni fogod magad mellett azokat az embereket, akiket te vezettél Krisztushoz. Köszönöm az Úrnak.